Kabaré Szeparé. Fábri Sándor műsora. Jó estét kívánok, köszöntjük a kedves hallgatót a megújult Kabaré Szeparé, mondhatnunk Kabaré Szeparé Plus adásával, amely hosszú évek után ismét az önök füle elé kerül, ha szabad ebben a képzavarral élnem. Sok-sok esztendő után, korábban ez a vasárnap esti depresszív sávba ment, ma inkább egy ilyen NDK-s, gyere velünk, csináld jobban szlogen jegyében már a vasárnap reggelükbe szeretnénk némi színt vinni, hogy aztán a éli kabátos húsig jó-jó hangulatban jussanak el, ugye, és öblítsék le azt megfelelő mennyiségű komló szörpel. Igyekszünk megőrizni a Kabaré Szeparé eredetileg volt erényeit, ha voltak. Közönség előtt vesszük fel itt a Rádió 1-es stúdiójában, és egy témáról többen beszélgetünk. A mai téma úgy hangzik egy szóban, hogy kis papák, ugye? Arra gondoltam, hogy ha vannak kis mamák, bár ugye itt nem teljesen, egy kicsit itt bicsaklik az analógia, ugye, mert a kismamáknak a várandós mamákat nevezzük. Na mindegy, tehát a kis papák azok olyan fiatalabb és idősebb emberek, akik hát első gyerekük miatt rágják a körmüket, és hát próbálnak részt venni a családi munka megosztásban és a gyermek pesztrálásában. Mai vendégeimet arra kérem, hogy az óramutató járásával megegyező irányban, ez is szép hagyománya a Kabaré Szeparénak, mutatkozzanak be csak azért, hogy a későbbiekben a kedves hallgató hangjukat azonosítani tudja. Litkai Gergely vagyok, és ez a hangom. Aranyosi Péter vagyok, és ez is az én hangom. Én pedig Szili László, úgyhogy... Igen? Én Kőhalmi Zoltán vagyok, és már második gyereket várjuk. Ajajaj. Szempontból gyakorlottabb vagyok, de pont annyira nem készülök rá. A kedves hallgatónak annyit mondanék, hogy tőlem balra, illetve jobbra dr. Litkai és Kőhalmi Zoltán a 8 évvel ezelőtti Humorfesztivál díjazottjai, Gergely a Rádiókabaré rendszeres szereplője, Zoltán olykor szerzője, Aranyosi Péter neve a Rádiókabaré produkciós listáján szokott felhangzani Nyilas János produkciós menedzser mellett, és mind a hárman a Godó Duma Színház kitűnő előadói. Hát Szili László meghívásának az apropója, hogy Kitolás címmel írt egy kalauzt leendő apáknak. Kinek hány gyereke van, mekkorák, miről híresek, milyen színűek? Péter. Nekem egy van, Petikének hívják, de én Pukinak hívom, mert... De a Puki az nem az ő hobbiával függ össze. Hát inkább az én hobbim, közös hobbim. Hát ő is és én is. Ahogy megszületett, furcsa volt, hogy abból tudtam, az én fiam. De hogy a hölgyek ebbe az ügyben milyen elfogultak tudnak lenni, ugye hát én is olykor gyakorlom ezt a becerében megjelölt műfajt, és most van egy kis unokahúgunk, és ő is pedig csak 2 éves, és egy ilyen angyalkaszerű szőkehajú, és irdatlanokat pukizik. Tehát, hogyha ez az analógia nem billegne, azt mondanám, hogy kisember nagy bottal jár, de erre ugye a nők azt mondják, ugye engem leteremtenek, és rá azt mondják, hogy rotyog a kis segge. Ugye, tehát minden így a megnevezés kérdés. Gyerek, rá lehet fogni, bármit rá lehet fogni, és még örülnek is neki. Igen, én kutyára is szoktam, ugye, különösen ezeket a dolgokat, de lendüljünk ki, mert akkor ismét ugye az lesz a vád, hogy de hát mi sem idegen tőlünk, mi emberi. Puki most 3 éves. Puki még nincs 3, 2,5 éves. 2,5, de már óvodás. 2,5 bölcsis, de már váltottunk bölcsit, mert hát egy óvónéni tönkretett a bölcsibe, úgyhogy. Hogyhogy? Hát eltanácsolt bennünket, hogy ő nem tud vele bírni, nem bír vele. Tönkretette. Mit csinált Puki? Hát annyi volt, hogy bement reggel jó hangulatba, és meglátta azt a 12 gyereket, akik olyan leszedált állapotban voltak, és annyira elszomorodott nyomorúságosan, hogy onnantól kezdve, míg nem ment érte az anya 3:30-ig, hát sírt. Sírt, nyavajgott sírt felváltva. De hogyha... És néha elővette egy legót, és beverte egy gyereknek a fejét. Ennyi tudott csinálni. Hogy végre valami történjen. Ha valami történjen, de tényleg én megláttam a gyerekeket, tehát olyan furcsa bölcsi volt, nem volt protekciunk, be kellett telepen, ahol élünk, és hát máshová kerültünk el, és én csak 9:45-re vittem oda, én azt gondoltam, hogy majd akkor kialussza magát ő is, és akkor együtt jó hangulatba. De nagyon jó volt a kocsiba együtt, de utána, amikor meglátta a gyerekeket, én nem tudom, hogy zombi gyerekek vannak mellette, és meglátta a csoporttársait, és kész, vége volt. Akik egyébként korabéli gyerekek voltak. Korabéli elvileg... gyerekek, de azok ott voltak már 7:30-től. Ajaj. Melós gyerekek, ugye ment mama dolgozni 7:30-ra, és odarakta 7:30-re, és annyira már odaértünk 9:45-re, akkor ezek a gyerekek már olyan retardációs tünet együttest mutattak, hogy már az én fiam.
Na most fordítsuk meg a dolgot, kérlek szépen, nekem az első munkahelyem az egy szocialista tervező vállalat volt, ahol műszaki fordítóként helyezkedtem el, és hát 4 órás munkakört vállaltam, és 10-re mentem be. Na most ez azt jelentette, hogy akik már 7 óra óta ugye ott szoviztak, vagy legkésőbb 7:30 óta, azoknak 10-kor lendületesen bemondtam, hogy jó reggelt, és már utált mindenki, mint a szar. Nem lehet, hogy azért nálatok is erről van szó? De hogy tulajdonképpen van. A proletariátus rosszul tűri, hogy megérkezett kvázi a művész gyerek? Talán. Az a baj, tudod, hogy a óvónéni nem volt felkészülve erre. Tehát azt hiszem ez, hogy nem volt felkészülve, hogy a gyerek kérdez. És ő elkezdett nyavajogni, és azt mondta, hogy nagyon sokat kérdez a gyerek. Azt mondta az óvónéni. Ez volt az egyik ok. Az óvónénit egyébként nem inzultálta. Nem inzultálta, bár egy ilyen mellben dinamikus, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy hát a szociális fejlődése biztosítva van. Egy ilyen jó nagy mellő... Hát az jó. Az jó. Lehetett az önmagában jó. Lehetett volna bújni hozzá, de nem engedte. Aha. Most az új bölcsibe egy sokkal vékonyabb néni van, de ez engedi. És akkor mondhatjuk, hogy Kleinaber ohó, igen, ugye, mert mit ér egy nagy duda, ami elérhetetlen, igen. Ha van egy kisebb, ami hát mégiscsak van. Úgyhogy de nagyon sokat, a közelében van. Nagyon sok konferenciát tartottunk értekezett kolléganőkkel, és azt mondták, hogy náluk van olyan... Tehát, hogy a kolléganőkkel a szülőket. Szülőket, értek, igen. És szülőtársakat. Mondta, szülőtársakat, és azt mondta, hogy van olyan bölcsöde, ahol az óvónéni engedő, megfogják a mellét. Ez a bölcsőde nem olyan volt. Szülőknek. Mert nem a szülőknek, jó. Az van. Nem a szülőknek. De vannak ilyen esti létisítmények, ahol szintén meg lehet fogni a lányok mellé, csak azt nem óvodának hívják. De itt az elalvás miatt, mert az a legrosszabb. Ez olyan, mintha a pipsó mellett lenne egy gyerekvár. László. De visszapisil a gyerek, igen? Sajnos, ez a gondjunk. Igen. Hogy nagyon tisztán odavittük a gyereket szobatisztán, kikéreckedett, mindent tudott, és sajnos így jön oda. Hát az van, hogy közénk befurakodik éjszakánként, és amikor én fölkelek, akkor ő azt mondja, mert azt mondja az anya, nem szabad bántani. Tehát a nevelés. Hogy nem szabad a gyereket bántani, hogyha bepisil, akkor azt kell mondani, hogy csak beizzadták is, fiam. Úgyhogy most uh-huh. Beizzadt, és nem, és mindig a nagy Magyarország térképe van a lepedőm alatt. Lepedőm rajta, úgyhogy beleverem a fejét, nem lehet. De azért az, hogy beleizzadtál, az talán nem helyes. Valószínűleg megtorolni nem jó, de hát azért azt tisztázik, hogy bepisiltél, de ne pisíj be, vagy nem tudom, vagy beszélgetni erről. Lehet, hogyha izzadni fog, akkor meg megijed. Nem ott jön, ahol számít. És 50 évesen majd egy cementet zsákol kicsit megizzad, és azt hiszi, hogy. Laci, Szili László, a könyvet mi okból írtad? Ki kellett írnod magadból? Úgy gondoltad, hogy olyan tapasztalatokra tettél szert, amit érdemes más kezdőszülőkkel megosztani? Hát a valódi indok természetesen az anyagi haszonszerzés volt, amit így mondjuk azt, hogy mondani szoktam, be nem kérdezték olyan baromi sokan. Uh-huh. Az pedig valóban a tanástalanság volt, ugye, hogy az ember, amikor közeledik az apaság, ami ugye majdnem mindenkit ugye meglepetésként ér, vagy szóval úgy kevesen vannak, akik annyira tudatosan tervezik, akkor nincs kihez fordulni, ugye nincs az idősebb rokon, férfi rokon, aki az így ebéd után így fél részegen odafordulnék, és még megkérdezem a placentáról, vagy valami ilyesmi. És gondoltam, hogy ha nekem nem volt ilyen, akkor megpróbálok én ilyen lenni a többieknek, és tudtam, hogy én mennyire be vagyok tojva, és akkor gondoltam, hogy próbálom oldani ezt a feszültséget, ami feltételezem, hogy mindenkibe megvan, aki így 30-as évek elején. Szépen Imolának és Borisnak dedikálod ezt a könyvet, hát gondolom ők a gyerekeid. Nem. Imola a barátnőm, és Boris volt az egyetlen gyerekem akkor, amikor íródott a könyv, ugye akkor találtam ki, amikor az Imola ugye néhány hónapos terhes volt a Borisszal. Na most már közben megszületett Miriam is, aki most 3 éves, Boris most 4,5, és már minden elméletem összeomlott, amit leírtam ebben a könyvben. Azért vannak ilyen karikás személyem és hatalmas szatyrok alatta, mert ugye, amire a legbüszkébb voltam, az altatás. Tehát, hogy szigor az elején, külön altatás. Próbáltam nem oktató jellegű lenni ilyen tanácsosztó a könyvbe, de még ott is azért elengedtem magam ebbe az altatás kérdésbe. Na most 3 napja így nem alszom egyáltalán, ugye ekkora gyerekekkel, úgyhogy hát csak... A Prokop Dóra, a kedves barátnővet, akit szerettük volna meghívni, hogy legyen itt egy kismama is, ugye, vagy már nem olyan kismama, ugye neki 4 gyereke van, kérdeztem, mikor aludtál utoljára, azt mondta 8 éve. Tehát ez hozzátartozik. Na most az altatással kapcsolatban nem az szokott lenni, hogy altattok, és ti már horkoltok, mint a fűrészgép, a gyerek még rendkívül aktív.
Igen? Hát nekem volt ilyen élményem egyébként, tehát az első három hét az optimális volt, mert Tamara, ő még csak 2 hónapos és hát 7 napos, ideig még az ember napokban számolja, utána már csak évtizedekben. Mielőtt a történetet kibontanánk, ez, ahogy te hát lakodikusan összefoglaltad, rohad a fejed, de hát mondtam, ha az apja mondja, akkor ezt lehet mondani, ugye, tehát nem tudom, valami ótvarok képződtek, vagy nem tudom, micsoda, ez tejkiütés, vagy nem tudom, tejkiütés, vagy herpes zoster, vagy nem tudom, tehát ez szanálódott már ez a probléma? Abszolút, abszolút, egy egyszerű, hát egy kencézéssel. Ilyen John Travoltát csináltunk a gyerekből, és utána 2 nap után teljesen megújult a hajzata. A gyereknél egyébként minden nagyon gyorsan jön, és gyorsan megy. De nagyon hirtelen jön. Tehát hirtelen van egy 41 fok, és megőrülsz. Tehát rögtön kapkodsz, anyádat hívod, mindenkit hívod, a szomszédot, Blanci nénit, a 73 éves, tehát mindenkit hívsz, hogy a gyerek tüzel, és utána azt mondod, hogy ezt az éjszakát, ha túléli, akkor lesz gyereked. És utána másnap fölpattan a gyerek, és már amikor te fölébredsz, mert halálosan fáradt vagy, ő már játszik a kocsival, már matchboxozik, és akkor nem tudod, hova. Ezzel az éjszakával kapcsolatban a Faragó Sándor Pimpok Doki kiváló barátom, gyermekorvos, egy délelőtt 160 gyereket kezel le körülbelül, és ő elmondja, hogy akik előrnek, azoknak egyrészt ilyen ráérős anyuka, aki csak ilyen visszajelzést akar, vagy nem tudom, tehát nem beteg a gyerek, az rettenetes orvosi feladat a 160-ból kiszűrni azt a 15-öt, akivel valóban van valami, és egy este nálam volt Faragó Sanyi, már 25-ször hívta fel valami anyuka, a gyerekben már volt Prisznic, Klistér, Pióca, be volt tekerve, már köpölyözés, már mindenen túl voltunk, a mama még mindig fölhívta, érted, pedig már végbélkú, minden alulról felülről a gyerek ki volt pányvázva, mint a fogorvosnál a száda, hogy ki van tamponálva, és már Sanyi már nem tudott mit mondani, de hát egy bibliai türelmű ember más már nyilván ledobta volna a telefont, és azt mondta, hogy anyuka, ezt az éjszakát bízzuk a Jóistenre. Úgyhogy, hát csak azért, mert tulajdonképpen te is valamelyest ezt érintetted. Na, még az altatásra visszatérhetünk, az első éjszaka, ugye, az első éjszaka az minden szempontból érdekes az ember életében, szóval az az izgalom, hogy hazaviszel egy ilyen 3-4 kilós kis szerkezetet, ugye anyám mindig azt mondta, hogy én hetekig csak azt figyeltem, hogy szuszog vagy nem szuszog. Vetetek-e igénybe segítséget, vagy önállóan birkóztatok meg az első éjszakával? Hát mi önállóan birkóztunk meg az első éjszakával, annyi, hogy mi előkészültünk. Tehát amikor még a feleségem terhes volt, már jártunk gyerek újraélesztő tanfolyamra. De mondd azt, mi is a neve? Léghajó program. Pardon! Tehát még meg se született tulajdonképpen a gyerek, de már, hogy mi van, hogyha rájomlik egy fazék forró víz, meg ilyenek. Ugyanis van egy ilyen gyermekágyi halál, hogy lál a szívük. Amit ő tett, a légzésük lát, hát aztán a szívük. Igen, de arra van most már ilyen berendezés. Azt hát hiszem, ilyen babaőr. Te akartál is venni, Zoli, ilyen babaőr, nem? Nem. Fölösleges műszaki tárgyakat nem vásárolunk. De egyébként annak ellenére, hogy építészmérnök vagy, illetve pont épp ezért. Pont ezért. De nekünk elmondták, hogy az volt a legjobb ebben, volt egy ilyen nagy divat a légzésfigyelőnek, de senki nem járt újraélesztési tanfolyamra. Tehát így meghalt a gyerek ott, tehát nem lélegzett, és de akkor sípolt így nézték. Legább tudták, hogy mikor hal meg. Igen. De mi ezért jártunk, viszont mi nem vettünk légzésfigyelőt. De a tanfolyamon megfelelő ismeretekkel. De nagyon jó a tanfolyam. Több orvostól megkérdeztük, hogy mitől van. Na de első éjszaka mertetek mind a hárman aludni? Hát a gyerek mert, az... Mondom, hogy a gyerek igen, de te is és a Marica is? Persze, aludtunk mind a ketten. Hát mind a ketten kivoltunk, hát apás szülés volt. Ajaj! Én mindig szoktam mondani, hogy ott volt a feleségem is. Ezt közösen döntöttétek el, gondolom. Hát persze, hát azt nem lehet, hogy eldöntés, én ott és vagyok. Te milyen élményeket szereztél? Olyan az egész, mint ilyen autópályaavatás. Tehát az örül a legjobban, aki nem csinált semmit. Tehát az vágja a zsinort. Igen. Kóka János odajön és átvágja a zsinort. És tényleg olyan, mint a tűzszerésznél, hogy egyik haveromnak fia született, és mondta, hogy hát nagyon hezitált, hogy mit vág. Tehát, hogy a piros vagy a kék zsinort. Piros vagy a kék, tehát köldök zsinort vagy kuké. Ó, igen? Igen, tehát egy fiunk van, lányunk, és akkor így szomorúan megmutatja. És hát van ez a fényképezés, hogy örökítsük meg a gyerek születését. Marica mondta, hogy én rosszul fényképezek. Tehát, hogy én rossz szögből, és hát őt előnytelenül tüntetem fel a szülőágyon. És kikapta a kezemből a gépet, és a térdek között lenyomott egy sorozatot. És a képen annyi látszik, hogy két térd, és mögött egy döbbent szülésznő. Tehát, hogy ő gyerekre vált, nem trafipaxa.
Hát Péter, te szintén kiélvezted az apás szülés. Nálunk nem apás, mert én nem akartam ott lenni semmiképpen nem. A fogadási oldalon. Hogy a fejrésznél, a fejrésznél. Se a fejrésznél nem akartam ott lenni, sem a fogadás. Nem, egyáltalán nem akartam a sanékvágánynál ott lenni. Plusz, hát maradjon meg nekem a romantika, ahogy szoktad mondani a Renault-jel. Tehát az igen. Maradjon meg úgy, ahogy maradjon meg, úgyhogy én semmiképpen. Plusz azért a sors ugye a kezemre játszott, mert az asszonynak magas a szemének a dioptriája, és a szemész nem engedte szülni. Tehát ilyen is van, úgyhogy azt mondták, hogy hát császármetszés lesz. Aztán én ott várakoztam a fekete mosogatónak kinéző szülőszó melletti mosogatóhelyiségben, és akkor kijött egy izgatott doktor, és mondta, hogy nem sikerült a epiduális érzéstelenítés, mert nem találták el azt a pontot, amit ő egy 18 percben előtte vázolt nekünk, hogy majd ő oda befog injekcióval, ezzel a hosszú injekcióval beszúr oda a csont mögé, és akkor ott akkor semmit nem fog érezni anyuka. És akkor aláírtunk egy 77 papírt, akkor rendben is volt, de kijött izgatottan, hogy elaltattuk, nem sikerült a szúri, háromszor beleszúrtunk, nem sikerült. Elaltatták, és aztán én már csak 20 perc múlva egy, hát végül is, én azt hittem, hogy nem az én gyerekem, mert egy gyöngytyúkszerű állatot hoztak ki. Ezt hogy érted? Hát az volt, hogy én ott a mosogatóba álltam, hát úgy néz ki, mint a konyhában a fekete, vagy éttermekben vendéglátós voltam, a fekete mosogató. Tehát 2-3 ilyen vajling, tehát szinte benne volt a zsíroldás öblítés, tehát az a fáj. Szinte olyan, hát így mondanám, hogy a higiénia teljes zárójelvet ételével. Annyi volt a higiénia, hogy egy gumi-nejlon zacskót a lábomra húztak. Egy zöld gumi-nejlon zacskót, hogy abzal topogjak befele. De hát mondjuk az én Martin cipőm sokkal tisztább volt, mint az a zacskó, de most ebben nem menjünk bele, mert néha azért ápolom én a cipőmet is, de mindegy. És bementünk, tehát, és akkor én ott álltam, próbáltam ott a hölgyel beszélgetni, de az nem nagyon beszélgetett, ő meg megpróbálta bekapcsolni a számítógépet. Egy ilyen 386-as szenes számítógépet, olyan régi, színnel ott izította a gépet, és de csak röviden röviden. Számítógéphez, tehát, hogy bevezettek egy anyakönyvi rendszert Magyarországon, ami minden önkormányzatnál van anyakönyvi rendszer, kivéve a kórházakban, és az önkormányzatok nem látják egymásét. Tehát a nővérkék átviszik papíron, amikor megszületett a gyerekem, bementem az önkormányzathoz, hogy szeretnék egy születési anyakönyvi kivonatot, és azt mondták, hogy amíg nem hozzá a nővérke, addig nem született meg hivatalosan. Tehát így... És hogyha pénteken születik a gyereked, és azt akarod, akkor hétfőig még olyan nevelet, amit te akarsz. Mert 4 napig meg lehet változni. Tehát a hétvégén nincs anyakönyv, úgyhogy 4 napig az lesz a nev, amit te akarsz. Több neve is lehet. Nálatok a Péter az el volt döntve? Hát nem. Lányt váltatok, nem? Hát nagyon lányt. Nagyon lányt, mert nálunk a családban gyakorlatilag hát anyám kivételével. Mindenki fiú, és nem gondoltuk, hogy a Jóisten megint fiút lő. Tehát ezt nem hittük. Nem? Teljesen lányba gondolkoztunk, volt Dóra, Nóra, Rita. Ez a 3 név lett volna, és aztán hát amikor ott tartunk, hogy hozzák ezt a nagyon furcsa kinézetű lényt, az én gyerekemet, akkor még nem tudtam, és így lógott le egy ilyen bánatos fej jobbra, és egy 2 piparszárlá balra, és teljesen, hát úgy nézett ki, mint egy gyöngytyúk. Ilyen véres, kulimászos, és mondta, hogy tessék a apukám, tessék megfürdetni a kisfiát. És így döbbentem, mondom, hogy nekem lányom van. Azt mondta, nem, ez az én kisfiam, de ez a maga kisfiam, mondom, nekem lányom van, Dóra. Vagy Nóra, mindegy. Azt mondja, de ez a magáé. És egy ilyen lila, képzeljünk el egy lényt, aki nagyon vékony, nagyon kevés súllyal született, hát tajgát azt mondja, jobb állapot, hogy csecsömök voltak kicsit. És egy nagyon kicsi, és utána ugye nálam volt nagyon sok rózsaszín kelengye, baba kelengye, és egy lila gyereket beletettem a rózsaszín baba kelengyébe. De abban nagyon könnyen segített a hölgy, úgyhogy könnyen ment utána már. Zoli. A apásszülésről szoktam elmondani, hogy a Mérei Biné gyermeklélektan szakkönyvben van egy afrikai törzs, ahol úgy ment az apás szülés, hogy a férfi nem mehet be a sátorba, viszont a herejére kötnek egy madzagot, aminek a vége az asszonynál van, és húzza, hogy a fáj. És ez így azért átélhető. És ez egyben valószínűleg születésszabályozás is, tehát, hogy nem biztos, hogy válasz még egy gyereket, hogy nincsenek heréi. Az elején ilyen nagyon következetesek voltunk, tehát amikor kérdeztél, hogy az első éjszakáról otthon, bármennyire is be voltunk tojva, azt így elhatároztuk, hogy a gyerekek külön szobába, vagy a gyerek külön szobába fog aludni, úgyhogy mi rögtön... Már a kis bébike? Igen, már rögtön, hát nyitva volt az ajtó, meg ugye 3 méterre voltunk légvonalba, és ugye 13-szor fölpattantunk minden erőteljesebb ilyen horkuló légzésre, de akkor már akkor külön raktuk, direkt zajunktunk mindig, amikor elaludt, ugye, hogy ne az legyen, hogy zokniba kelljen járni akkor, amikor a gyerek elalszik, ne lehessen meccset nézni, nem tudom, ilyenek, és minden remekül sikerült.
ment két évig, majd egyszer csak ugye teljesen összeomlott a rendszer, és ugyanazok a dolgok, amik korábban bejöttek, azok tényleg csak nevetésre ingerelték a gyerekeket. Lehet, hogy elég okosak lettek ahhoz, ugye, hogy... Találkozik más gyerekekkel, akik elmondják. Könnyen lehet egyébként, hogy ugye a bölcsederomboló hatása... Amíg le van árnyékolva, addig mindent elhív nekünk is, tehát, hogy csak az vesz csokoládét, akinek nincs otthon. Ilyenek voltak, meg az jár gyors étterembe, akinek nincs otthon ebédje. Én sokáig elhittem, most már valószínűleg elmondták neki, hogy nem így. Ti jártok gyors étterembe, nem? Nem, de hát ő neki ezek a frocsindő tárgyak kellene onnan, én meg igyekszek lebeszélni róla. De hát most ő már óvodás. Eszter óvodás, tehát most már ez egy újabb támadás, tehát hogy ennyi gyerek van körülötte. De annyira szociális gyerek, hogy egymaga igényli a sorakozót. Hogyha azt mondom neki, hogy öltözön, akkor nem csinál semmit, de azt mondom, süni csoport sorakozó, akkor kabátba táskába. De ilyen alaki kiképzés folyik már egyes óvodákban, hogy ez a süni csoport, ez így frankolna. Így megy. Nem lehet másképp. Igen? Ha kettő vagy három gyereknél több van, akkor már valami olyan következetes rendet kell tartani az óvónőknek, hogy másképpen nem lehet. No, mi az, ami megcáfolódott? Csak visszatérek hozzá következetesen, mint Baló Júli esetében Richard Burtonhöz. Hát leginkább ugye azt cáfolódott meg, hogy a következetesség bármire jó. Tehát ugye igazából itt kiderült, hogy az elején feltűnően eredményes volt, és annál nagyobb a testünk arcra, ugye rendkívül nagy magasságból. Most miért nem alszol? Hát nyilván a gyerekek miatt, csak hát ez inkonkrétó hogy van? Inkonkrétó úgy van, hogy Miriam az utóbbi három napban például esténként 6-16-szor kelt föl, és akkor az Imolának volt egy elmélete, hogy több gyengétségre vágyik, ami ugye úgy hangzott, mint valami furcsa slágerből lenne egy idézet, de kipróbáltuk ugye egy nap, és elkezdtük masszírozni a hátát. És ijesztő volt az eredmény, ugyanis aznap végig aludt, de este 7-től reggel 7-ig, de következő nap nem bírtuk tényleg azt a két-két és fél óra masszírozást, amelyiként borzasztó jól esik, csak egyszer nem jött ki az időnkből, és utána megint az következett, hogy ott ugrándozott. És ilyenkor kérek szörpít, vagy könyvet, vagy mesé, vagy miket mond? Igen, ilyenkor? Nagyon kedves, tehát ő rájött arra, hogyha heveskedik és ordít, akkor ugye az azért mégiscsak a legbárányabb emberből is erre a reakciót vált ki, úgyhogy ő mindig kér ilyen csengő, aranyos hangon, 16-szor is el akar menni kakilni, akkor így magát a föl berakja a WC szűkítőt, ami ugye a kedvenc találmányaim egyike, ami ugye még abban az állapotban is... A WC szűkítő találmányát te magadnak vindikálod? Nem, hanem csak azok közül a találmányok között, amiket... Ja, te számodra kedvenc találmányok. Igen, de úgy értettem, hogy ő találta. Gondolatot, tehát a takonyszívótól kezdve egy csomó kultikus tárgy van, amit ugye... Mi beidomítottuk a gyereket, hogy magától szívja. Én hallottam ezt, hogy ez létezik a magát szívó gyerek, na most... Olyan. Ez mint életem első pornokémia. Nem hátra, hát a számára. Mert az egészségtelen. Mert ezt az Olival beszéltük, ezt meséltem neki, ezt ő nagyon irigyli. Igen. Az van, hogy be van idomítva Puki, hogy ő megfogja a porszívót, bekapcsolja, az anyja felcsatlakoztatja a gumicsövet, és ő orba lövi saját magát. Tehát teljesen igényesen, és mind a kettőt megcsinálja. De... Jó, mondjuk mélyre nem szúr föl, utána még egy kicsit mi rádolgozunk. Az a fülorgégész. Persze, de mi finoman még rásegítünk, de magától. Különben egyébként négy ember kell, hogy lefogja. Tehát most nem problém lehet. Ismerőseink kimentek Új-Zélandra, és ott próbálják így fölnevelni a gyereket, és mesélték, hogy ott nem ismerik az orszívó-porszívó intézményt, és megpróbálták bevezetni, mert ott nincsen fűtés, ilyen szimpla ablakok vannak, és a gyerekeknek egy nagyon nagy hányada süket lesz, mert annyiszor volt arcüreggyulladásuk, meg ilyen problémáik, és mondták, hogy hát ha leszívnák a fikát, akkor gyakorlatilag megoldódnak. Új-Zéland nemzeti problémája, és mondta az orvos, miután megvizsgálta az orszívó-porszívót, hogy két veszélyt lát benne, ami miatt nem engedélyezi az otthoni használatot. Az egyik, hogy ki lehet vele szúrni a gyerek szemét, a másik pedig, hogyha túl nagy fordulatszámra teszik, kijöhet a gyerek agya. Hozzáteszem, hogy nekem ez volt a kényszerképzetem, hogy nyilván kiszívja a gyerek agyát, csak úgy tudtam túl lenni rajta, hogy egy ilyen magányos estében lefeküdtem a díványra, és beillesztettem magamnak ugye a kemény plasztik csövet az orromba, és hogy meg kell, hogy mondjam, hogy az első pillanatban majdnem olyan borzasztó érzés volt, mint a Vidán Parkban a szabad esés. Utána azért egész elviselhetőnek tűnt a dolog, de úgy éreztem, hogy nem lenne becsületes a gyerekkel, hogy én erőszakkal rátérdelek ugye a két vállára, és bele nyomom az orrüregébe, igen. Zoli, te nagyon aggódós apa vagy. Én borzasztóan aggódok bármiért gyakorlatilag, tehát lehet tudom képzelni, hogy szalvétával megöli magát a gyerek, és meg is tudná, én biztos vagyok. Amikor kicsi volt, és ki kellett tenni az erkélyre, akkor azon féltem, hogy megeszik a varjuk. Mert ott ültek és nézték, meg annyival nagyobbak voltak.
A feleségem meg az a típus, aki így mindent rá, hogy nyúljon be a konnektorba, egyszer benyúl, nem nyúl be többet. Megtanulja. Értem, hát így talán a két szélsőség között a gyerek talán halad a normalitás irányába. No, akkor hadd indítsak egy kis történettel. Ez ugyan az unoka öcsémmel történt. Elvittem az állatkertbe, volt 3 éves, néztük az akváriumot, és ő a következő kérdést tette fel nekem, akit eladdig ő megfelelbezhetetlen tekintélynek, votánszerű felső kapcsolatnak gondolt, aki mindent el tud intézni, és mindenre tud válaszolni. Azt kérdezte, mikor alszanak a halak? És én ott megbuktam, mint Rottenbiller, bizonytalankodtam, és a 3 éves kis Pernahajder, hogy fölállt ott valahogyan kis padocska, és láttam, hogy lenéz rám, és röhög. Tehát, hogy levette, jó, hát a kutyám is kiröhög sokszor, tehát pedig egy szőrarcon nem is tudod, hogy látod, de látod, hogy egy szőrarcon. Tehát itt pattant el az a dolog, hogy, vagy mondjuk így az én megfelelbezhetetlenségem lufbalónja, ti megbuktatok-e már a gyereketek előtt, ha igen, mivel, hogyan? Te talán még nem a 2 hónapos Tamarával. De Tamara is átlát azért dolgokat. No. Rájött, hogyha kiköpi a cumiát, akkor visszateszem. Tehát eddig... De elkövettem azt a hibát, hogy többször visszatettem, és azért ő ezt játéknak veszi. Többször visszavetted, mint a vésze kiköpte? Nem. Ja nem. Nem. Mert akkor már az... És nem én fedeztem fel a WC szűkítőt. Tehát jó, köszönöm szépen, igen. Thank you for your cooperation. Tehát akkor ő már játszik tulajdonképpen. Tehát... Hát igen, egy érdekes játék. Érdekes. Főleg amikor... Hát itt a sterilizáció a kérdéses, tehát hogy mit hányszor kell sterilizálni és hány fokon. Tehát, hogy ebben is nagyon sokféle iskola van. Van egyik ismerősük, aki szerintem a gyerekét is sterilizálna a legszívesebben. Tehát egy ilyen 7 percig a mikróban lerakott fedővel. Tehát ez... Én retteltes sterilizáció ellenes vagyok. Van egy ez minden. A túlzásba vitt higiénia, ez az immunrendszer szerintem teljesen legyengíti. Tehát jó, hemperegjen meg az a cumi mindenben. Igen, mondom, hát ez ismerőségi ugye... körben egyébként én is a vörös vonalat ugye ott szoktam meghúzni, hogy kinek van sterilizáló készüléke, illetve cumi melegítője. Tehát valahogy ezt a kettőt érzem a szimbólumnak. Cumi ugye, melegítő. Igen, akinek hol ez lámpa, a kettő megvan, tehát akinek mindkettő megvan, ugye az a szuper paranoid szülő, akinek a kettő közül egy már az is gyanús, és valószínűleg egy kicsit depressziós lesz. Tehát azt nem a anyuka szokta megmelegíteni a cumit, hogy a anyuka beveszi. Mert a modern szülők rárakják, beállítják a cumi melegítőn, hogy 36,4. A légzésfigyelőt már nem is mondom, mert az tényleg az már egy olyan kaszt, akik szegények ezt is beszerzik. Hát nem tudom, aki mondjuk a közelébe történt egy ilyen eset, és azért történnek ilyen esetek, hát én nem tudom képzelni, ettől azért félnek, mert ebben a csecsemő vagy bölcső halálban ugye az a rettenetes, hogy megmagyarázhatatlan. Nincs magyarázata, nincs előjele, nem függ semmitől. Tehát nem arról van szó, hogy kicsit fullad a gyerek, mert kruppos, akkor bevágod az autóba, és elmész a megfelelő. De ez se így van egyébként teljesen. No. Tehát én volt, hát de nem hiszem, hogy a bölcső halálba kéne belemenni egy humoros műsorban, de ilyen ismeretterjesztő jelleget. Tehát van egy csomó hajlamosító tényező, akinél tényleg megérített, hogyha koraszülött a gyerek, vagy ilyen kis súlya, hát nem a gyerek dohányzik, de egyébként az anya dohányzik, az már hajlamosító tényező, meg 6 hónapos koráig kell ezt csak figyelni. Tehát, hogyha addig csak, nem volt, akkor nem. Csak 6 hónapos. Meg ez egy partalan dolog. Tehát én minden nap, amióta gyerek van, hallgatom a Kossuth Rádióba a vendégháznál. Kiváló műsor. Gyermek felnőtteknek. Hát, ha nincsen gyereket, kiváló műsor, egyébként minden nap egy új betegség. Tehát, ami hasonlóan, mint az orvosta hallgató, hogy, ugye, aki a tanult betegséget mindig saját magát diagnosztizálja. Beszélgessünk egy kicsit a nevekről. A te gyerekeid neve talán a legkülönlegesebb, Boris és Miriam. Boris Godunovról volt szó, vagy Boris Beckerről, vagy egyikről se, hogyan jött a Miriam? Sajnos mindenki Boris Beckerezik, én csak abba bízom, hogy az ő óvodástársi, nem semmi különösebb bajom egyébként Boris Beckerrel. Én, ha valakire gondoltam, mondjuk Boris fiára gondoltam, de azért nem volt ilyen direkt, nem tudom, valami okból vonzódom a szláv nevekhez, és akkor így volt itt Igor. Mint Miriam. Mint Miriam, ugye az ősi szláv nevek, mint Miriam. Borisnál egyébként hamar meglett, mert hogy nála 7 hónapig azt mondták nekünk, hogy lány lesz, tehát így lánynével készültünk, és akkor az Aliz az már ki volt kovácsolva, hogy Aliz, és akkor ezek után 2 hónappal a végelet egyszer csak mondták, hogy amire azt hitték, hogy ez egy köldögzsinór darab, az bizony egy fütyi. És ilyen nagyon hirtelen kelet, és ez segített, mert az borzalmas, amikor az ember ilyen nagyon sokszor elmondja magába, hogy minden szó milyen hülyén hangzik, hogyha elkezdjük mondogatni, ugyanez van a nevekkel. És mi pedig ilyen áldemokratikus, vagy nem áld, de haszontalanul demokratikus módon listázással próbálkoztunk mind a két
két alkalommal. Tehát először volt a két külön lista, akkor az egyesített lista, akkor az a lista, ami az egyesített lista, plusz azok a nevek a másik listáról, amit azért elfogadhatónak tartunk. Majd ezek után elkezdtük szűkíteni a nagy listát, utána a hatos top listát azt úgy igazán megrostálni. Úgyhogy emiatt a módszer miatt a Miriam esetében, amikor megérkeztünk a szülőszobára, négy nevünk volt. Amikor igazán már erősek voltak a fájások, akkor három. És végül úgy választottuk ki a nevet, hogy az Imola már igazából nem tudott beszélni, és szó szerint ilyen szemjelekkel kommunikált a levelem. Én önkényesen egy adott pillanatban úgy értelmeztem, hogy ő igent mutatott, amikor így Ferdén felrántotta a fejét, és így lett akkor a Miriam név, ez egyébként az Orka névvel versenyzett akkor már. Nálatok hogy alakult? Nálunk egy kétségbeesés volt, ugye, hát mert kihozták a lila fiút, és akkor én nem tudtam mit csinálni, hogy akkor mi legyen a neve, és hát én azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány, és hát hogy azt mondták, hogy kisfiú, és próbáltam ugye a Nórát, a Dórát, a Ritát rámondani, a nő a számítógépben nem írta be, mert ő kép kapcsolt, hogy azt nem lehet beírni, mert hogy fiú, és akkor teljes kétségbeesésben a saját nevemet tudtam csak kitalálni. És ezért lett Peti. Tehát semmi más. Nem volt fiú nevű. És gondolkoztam, hogy a Zsolti az mindig megvert, az nem jó. És két-három név volt így az agyamban, és aztán a Petinél maradtunk. Honnan jött a Tamara nektek? Hát mind a ketten ilyen orosz beállítottságúak voltunk, tehát Marica oroszakra járt, én megjártam egyetemen orosz közjog lexikájára, meg hát ötvös gimnáziumban is orosz tanultam, és így a Tamara ilyen tetszett. Volt a másik, a Laura. De például, ha meggondoltam, hogy orosz közjog lexikára jártál, akkor lehetett volna Visinszki, de mindegy. De nem, nem. Nem a szovjet. Volt meg a másik, a Laura, ami nem oroszos, de az fölmerült bennem, hogyha kicsit debil lesz a gyerek, az bemutat, hogy Hikai Laura vagy. Kínos lenne. Akkor tulajdonképpen a tanfolyam hatott rád, ugye? Igen. Ahol a tanfolyamon már eleve igen. Olyan dolgokat prognosztizálnak, amik még meg se történtek. Az Eszterrel azt hiszem, ti egy teljesen klasszikus nevet választottad. Hát, az egyetlen helyes gyök volt gyakorlatilag, utolsó nap dőlt el, mert az én családomban mindig egy gyerek született, aki fiú volt, és Kőhalmi Jánosnak hívták, és mellesleg 30 éves korára megkopaszodott. A fiúk mindig azt gondolták, hogy ez egy családi vonás, az anyák mindig azt mondták, hogy hordjásokkal, mert te is kopasz leszel, mint az apád. Ezt sose lehetett eldönteni, mert nem volt ellenpróba, és akkor én voltam az egyetlen második gyerek, aki Kőhalmi Zoltán lett. Reméltem, hogy a kopaszodás csak Jánoságon öröklődik, de ez nem igaz, és akkor... De hát nem vagy kopasz. Hát még két évben van állítóra. És hát ugye rendkívül sok Kőhalmi Böske meg Irén rohangált mondott körülöttünk, akkor könnyebben eldöntjük, így az Esztert se hittem, hogy működni fog, de hát elmegy. És ez közös megjegyezéssel, és tulajdonképpen nem is sok ladóféle utódévkönyv lapozgatással. Sok lapozgatással, de sok ez lapozgatással. Egy megoldás van. Sok lapozgatással. És most várjátok a másik gyereketeket, aki szintén lány lesz, vagy fiú? Hát állítok, fiú lesz, de... Állítok, fiú lesz. És tudom. Milyen névvel készültök? Hát még nagyon korábban lesz, még eldöntem. Még korábban esetleg János. No. A János azt hiszem, hogy klasszikus fénytörésben tudna megjelenni egy ilyen Zoltán Varga betű után, igen. Egy ilyen, amelyet már tulajdonképpen a Kőhalmi család hagyományához képest elfajzásnak is nevezhető. No, mi az, amit elvégeztek a bébivel kapcsolatban és a háztartásban, mi az, amit semmiképp? Hát én mindent megcsinálok, tehát szoptatásom. Ez ilyen nagyon rossz poén, de etetem a gyereket, tehát én néha tápszerrel, amikor pótolni kell a hiányokat. De az is jó, éjszakai etetés a legjobb, tehát a gyerek se tudja, hogy eszik, meg én sem. Fölriadtam is a gyerek is, és így egymásra néztünk, és mind a ketten meg voltunk döbbenve, hogy mit csinálunk. Tehát, mit keresünk itt a szoba közepén? A szoba közepén éjszaka, az a volt a dologban valami hihetetlen abszurditás. Igen, és hát minden a tisztába tevés az a legjobb. Tehát a gyerek rájött most már, hogy nem jó pelenkába kakálni. Tehát szerintem ez korai. Tehát így két hónapos korában. És pelenkázásnál egy ilyen... Mondd ki nyugodtan, rakéta. Hát rakéta tulajdonképpen egy ilyen... Üveglappal védekezünk. Barna konfetti, hogy én finoman fogalmazom. Tehát lényegében a pelenkát majdnem, hogy érintetlenül bontod igen. Le, egy kis csuri, és amikor ő megérzi a sors nyis hát nekem tért pampers érzését, igen. Akkor téged lekakil, igen, lepipil. És az a jó egyébként, hogy egészen érdekes figurák jönnek létre a fórumon. Nagyon hát szép ábrákat kapunk. Azon gondolkodtam, hogy ha fönnhagynám 4-5 napig, akkor egy ilyen Jackson Pollock kompozíció jöhetne létre. Igen, vagy batik. Vagy batik kompozíció. Én hosszú ideig gondolkoztam az, hogy ilyen ruhamodelleket kéne piacra dobni. Ilyen akkor ez veled is megtörtént.
ettől a felétől én mindig rettegtem, és nagyon sokféle foltot kaptam, és beleképzeltem ugye az ilyen fajtákat, de szerencsére megúsztam, sőt engem állandóan avval riogattak, a rettegett tollbetéttel riogattak. Még mielőtt megszülettek volna, ebben riogattak, hogy arra a bizonyos jelenségre, amiről a Gergő beszélt, úgy lehetné, ha rásegíteni, ha épp fordítva van a helyzet, és túl nehezen jön, hogy egy egyszerű tollbetét, egy Pax tollbetétet elő kell venni, majd mélyfúrást alkalmazni, soha nem volt ilyen az életemben, pedig már minden barátomnak ilyenekkel is számolni kell. Örülök, hogy műsorunk nem csak ismeretterjesztő és szellemes is, de egyúttal tabukat is döntögető. Arra kérlek, László, fest ki a témát, és fokozzuk műsorunk szolgáltató jellegét. Körözzük le a vendég a házban című műsor. Na tehát a gyerek fenekében egybe a paxtolat? Bele kell dugni. Egész egyszerűen igen. De hát az nem éppen ingerlőleg hal? De ez kell, amikor arról van szó, hogy semmiképpen nem jön. Miközben ugye néhány naponta legrosszabb esetben. És ugye... Tehát dugulás, makacs dugulás elhárítására. Klasszikus dugulás elhárítása van szó, mechanikus értelmében. Csőgörény. Beküldi az ember, igen. Japán csőgörény falbutás nélkül belül. Igen. Igen. Tehát ezt a legjobb barátaim nem mondták. Egyáltalán szerintem nem, hogy a gyermekeitek, de már ti magatok se nagyon kaptatok beöntést. Ugye ez a ti időtökben már véget ért, a 70-es, 80-es. Ez egy ilyen nem létező tréfa, szóval ismerjük a szót, de ugye igen. Nem, hát az én gyerekkoromban még tartott ez a rokokóból datálható purgációs láz. De ki adta kinek? Mindenre azt kaptam, és a fürdőszobában az a felakasztott zománc beöntő edény az olyan volt, mint a csehovi puska darabba, hogy az majd egyszer elsül, ugye, a szószoros értelmében, vagy visszafelé, vagy nem tudom, az egy nagyon, nagyon gyerek szemmel egy szörnyű objektum. Beöntés és kalmopirin összetörve porba. Ez a kettő, minden gyógyul. A kalmopirin még nekem is volt, a borzalmas keserű. Az a kettő, de azt össze kell törni, mert azt mondták, hogy a gyereknek a belébe megáll. Papám mindenre kalmopirin. És anyukámnak volt egy kenőcse, egy egységkenőcs, amivel a lábujjunktól a hajunk hegyéig bekent minket minden alkalommal. Mindenfajta sérülés, betegség, vörhegy és egyebek esetén. Sótlan sertésír. A többiekről is elmondhatjuk, hogy hát Péter, tudom, hogy te nagyon házias vagy, hát te hát jól főzöl is. Én mindent megcsináltam a gyerekkel, tehát nem tudok olyat mondani, amit nem mertem. Én nekem a pellenkázás viszont, ami dráma. Nem azért, mert nem tudom megcsinálni, tehát hogyha igen, ő szépen nyugodtan mozog lenne, akkor én meg tudnám szépen a pellenkát oldani rajta szépen. De sajnos kimozog, mert kicsit ilyen, hát hiper, hogy mondják? Hiperaktív. Hiperaktív, de azt mondta anyám, hogy nem mondjuk, mert az ami betegség. Erre mondta Takács Tibi könyvelőm, ugye másfél éves volt a gyerek, hogy erősen rá kell térdelni, és könyökkel ráfújtani. Igen. Ezt én rendszeresen csinálom. Sőt, néha volt, amikor a mosógép tetején van nekünk a pellenkázó, én valamikor rámegyek még a térdemmel is. Kimozog a szerencsétlen a nyomorult, úgyhogy azt nem mindig vállalom, mert olyan agresszív tudok lenni, amikor a 8. alkalommal már nem tudom rátenni a pellenkát, hogy megbolondulok, tehát akkor ölni akarok. Igen. De érdekes, én azt vettem észre, hogy ez egy klasszikus férfiba, amiben én is beleesem, egyébként semmi bajom a pellenkázással szintén, és azt vettem észre egy idő után, hogy vidáman pellenkázok, imádják a gyerekek, de utána egy-két órával mindegyik úgy néz ki, mint egy ilyen nyáron valamilyen sofőr, akinek ugye a hátán látja az ember a gyönyörű izzadság csíkot, így a gerinc mentén, ami lapockába, ugye, ilyen gombafelhő alakba egy kicsit kiszélesedik. És nem értettem, és az Imola nagyon rendes volt vele, mert az elején mindig mondta, hogy hát ugye tényleg a klasszikus izzadság, hogy megizzadtak a gyerekek, bizony, meg minden. És akkor kiderült, hogy egyszerűen arról van szó, hogy valahogy a férfiak nem mernek olyan kemények lenni a gyerekekkel, mint a nők, de hát az ugye általában igaz, és hogy ezt a pelenkát, ezt baromira rá kell szorítani, úgyhogy a gyereknek ugye a nagy, puha pocakja az úgy benyomódjon rendesen. De ha az ember nem így csinálja, akkor pompásan néz ki, először szépen ráfekszik körbe, de hátul hajlamos ugye kilazulni. És bepisír elől, és ugye a folyadék keresi az útvonalat kifelé, a gyenge ellenállás felé, illetve a rés felé, és egyszer csak megjelenik a klasszikus sofőr mintázat, úgyhogy... A törvényszövedéke mindig felfessék ugye ebbe az esetben ahogy, középen hátul. Ahogy a költő mondja, hát a mi időkben ilyen probléma nem volt, mert anyák még mosta a pelenkát, úgyhogy... Nem is hallottunk még ilyen. Elképzelhetetlennek érzem mondjuk így, hogy képzeld el, hogy 8-on, 9-en, hogy most sok mindent elképzelhetetlennek érzünk ma, de hát így volt. Tudom, jó. Mit tegyünk? Jó. Zoltán? Hát én is megcsináltam mindent, mondjuk most már annyira erre nincsen szükség, mert el van maga a gyerek. Hát azt szereti játszani, hogy megy Szentesre vonattal a nagyszülőkhöz. Sok csomagot összepakol, beül a szekrénybe. Magára húz, és ha a szolnok fele megy, akkor bennül 3 óráig. Amúgy fél egyházam van egy átszállás, de az is a szekrény.
az is ugyanaz a szekrény, de akkor átül legalább? Vagy? Aki öncigizik egyet, lenyom egy sört. Kalauszt is vízbe magával, meg mindegy, nagyon. Egyébként volt ilyen, nem tudom, egyszer vettem víz alatti pelenkát, kétszer olyan drága volt. Négyszer, Zoli, négyszer. És ugyanúgy jött ki belőle, mert kiderült, hogy víz alatt működik csak. Tehát nekem meg egy szárazföldi gyerekem van. Titeket is behűítettek akkor a bébiúszással. Ó, az a nagy klasszikus, nekem ezek a kedvencém, ugye a naív szülők behűítése. Na de a bébiúszás nem egy isteni dolog? Hát az egy jó hülyeség? Hát egy alkalmanként egy használt nyugati autóárának egy negyedét fizetett ki eleve, ugye, mint család fenntart a dologra, mert hogy a bébiúszás per definíció nem, ugye az valahogy csak luxusszállodáknak a medencébe tud zajlani, mert hogy ott van elég tiszta víz, elég jó szűrőberendezés ahhoz, ugye, hogy az ember beleengedje a gyerekét. Tehát véletlenül se 1000 forintos belépős népfürdőkben. Tehát, hogy először kiperkálod a szálloda exkluzív uszodájának a díját, majd azért az egyébként nagyon lelkes hölgyét, aki ugye ott benne áll a vízbe, és akkor ugye ráveszi az anyákat, hogy folytogassák a gyereküket. Kívülről szóval ez nem férfinak való látvány, az az igazság. Tehát tényleg amióta a gyerekeim vannak, azóta láttam a férfiak alapvető gyengeségét, mert hogy nem csak magamon tapasztaltam azt a dolgot, hogy én nem bírtam nézni. Nem írtam, lementem, beálltam én is szügyig a vízbe, és akkor figyeltem, hogy tunkolni kell a gyereket vezénszóra. Így néztem háromszor, és nem fulladt meg a gyerek, meg nem köhögött föl vizet a tüdejéből, nem kellett ugye a bokájánál fogva rázogatni fejjel lefelé, de annyira megviselt, kevés dolog volt, ami ennyire megviselt. De mert úgy érezted, hogy kegyetlen vagy a gyerekkel? Ösztönösen arra gondoltam közben, hogy én olyan vagyok, mint valami Woody Allen film főszereplő, aki minden városi hülyeségbe beleviszi a gyerekét csak azért, mert divatos, és itt ez a nyomorú gyerek, akit most itt tunkolnak meg. Nem tudom micsoda. A Boris járt, ugye azt mondták, hogy ösztönösen ugye imádni fogja, később meg is szerette a vizet, és hogy mennyire szervesen majd megtanul ettől úszni, de aztán mégse tanult, és akkor erre rögtön mondták, hogy azért, mert a döntő bevésési időszakban 2 hétig nem mentünk, tehát akkor rögtön meg volt erre a magyarázat, hogy nem véstünk elég sűrű, nem perkáltuk azt a nem tudom 9500-at egy ilyen röpke 3-4 órás alkalomra, amiben ez kb. Került. Csak egy nagyon rövidet még, hogy már a magzatkorban is van ez, hogy jártunk kapcsolatanalízisre a gyerekkel, tehát ilyen méhen belüli MMS küldés, és nagyon jó, ott is azt mondják, hogy a döntő időszakban rontottuk el, és ott az volt, hogy már lement az összes óra, és volt még egy 9 alkalmas szülés felkészítő dolog. De hát a doki szabadságon volt, és átküldte e-mailen, de előre ki kellett fizetni. Levelező. És 3 héttel előbb jött a gyerek, és a szülőágyon próbáltuk átnyálazni az utolsó 9 órát. Éreztük, hogy ennyire gyors talpaló nem fog sikerülni. Tehát, hogyha a gyerek ilyen relaxomat szemüvegben lenne, esetleg akkor, tehát, hogy elhagyod anyát és a biztonságot, és közben így mindenhol vér. Tehát ez lehetett érezni, hogy a gyerek már valamit sejt a dologból, hogy szólnánk neki. Mi másfél évesen kezdtük egy babaúszást. Igen. És Kispesten, nagyon jó, igényes kis merencébe, és én nagyon szerettem járni. Mert jöttek az anyukák, akiknek ugye a 2 évvel azelőtti nyári fürdőruhájuk volt a testükön, és hát szoptattak. És hát ez az én pszichoszexuális fejlődésemben is egy nagyon fontos mérföldkő volt. És én olyan lelkesen segítettem meg. Utána összeszedtem ezeket a kis úszógumikat, ezeket a kis paneleket, úgyhogy anyukáknak mindenkit engedtem az anyukák, hogy tessék nyugodtan előttem fölmenni a létrán. Úgyhogy nekem boldogság volt. Azt is szokták mondani, hogy nem szülő az, aki legalább egyszer az életében legondolta volna azt, hogy a gyerekét apró szeletekre vagdalja és megöli. Természetesen ugye idézőjelben és jelképesen gondoljuk, igen. Volt-e nálatok ilyen pillanat? Én nekem minden reggel, amikor a harisnyanadrágot rá akarom adni. Igen. Minden reggel meg akarom ölni őt. Meg akarod őtet ölni? Mert az 12-13 perc, míg a macis sötétkék harisnyanadrágjába belebújtatom. És utána a kertésznadrág az egy másik 20 perc. De lassan már neki kéne fölvenni, nem? Hát ez az egyik, hogy ellenállás, ugye, de ő fordítva veszi föl, tehát nagyon akarom hagyni, hogy vedd föl, Petikém, nyugodtan megvárom. De annyi idő nincsen, mert annyira nem vagyunk művészek azért. Igen. Tehát annyira nem vagyunk művészek, úgyhogy én a lábom közé beszorítom, és akkor próbálom ráhúzni a harisnyanadrágot, akkor hát tökönütő magamat, akkor nagyon agresszívá válok,
és hát akkor már a kocsiban nagyon, hát már akkor, és akkor teljesen egy kajlán áll rajta a kabát, mert az utol, a kabátot és az összes többi ruhát, azt már nagyon idegesen adott rá. És már nem számít, hogy a sapkának merre van a síltje, mert nem érdekel. Ez van még, hogy a gyereknek ilyen madzag van a nyakában, és azon van a kesztyű. Hogyne, hát, hogyne, az kiváló. Az kiváló, és az, hogyha nem figyelsz, akkor feltakarítja vele az egyik utcát. Mert az egyik oldalra megnyúlik. Van. Sőt, nekünk most igen. Van, asszony kitalálta, hogy a sapkára is csináltunk egy ilyet, az meg oda van kötve a felakasztóra. De ledobja magáról a mocsot. És neki már a bölcsödében is van jele, vagy ott még ilyen? Van, persze. Mi a jele? Persze, a régi bölcsödében szívecske, mert későn érkeztünk. Az új bölcsödében pedig vonat. Ezt ő választotta? Vagy? Ez maradt ott meg, nem tudom. Ez maradt meg, igen. Mindenhová későn érkeztünk. Mindenhová későn érkeztetek. Nálatok. A finesszességet akartam csak mondani, igen. Hogy hát feküdtünk múltkor hárman az ágyba, az asszony, én meg a kölyök, és így rámutatott ide nyakamon lévő anyajegyre, és kérdezte az asszonytól, hogy ez mi? És mondta a gyereknek az asszony, hogy anyajegy. És akkor ennyit mondott, apának. Hát tulipán a jele a gyereknek, és legfőképp azért van az óvodásnak jele, mert nem bírnak olvasni, de egy óvodástársának a szatyrán ez a szüleit jellemzi. A szatyrája láttam fiatalon ráírva azt, hogy bögre. Hülye vagy, én rá nem hímzem neki, hát. A bögrének füle van, az ennyi, az nehéz. De tudja, hogy az, ami a hülyeség van, az övét. Mi a jelet fix-rax konkrétan. Még a játszótér egy ilyen óriási hát ilyen közösség élmény. Nekem csak annyi van, hogy hát a játszótérre, ha megérkezünk, hát kétféle variáció van, vagy biciklivel, vagy motorral. Na most, ha biciklivel megyünk, akkor is megáll mindenhol, ha a motorral, akkor pedig futni kell utána. Az a motor, ami olyan három kerekű, és a lábával hajt ilyen műanyag. Műanyag, igen. Az 2500 a Tesco-ba. És az a baj, mégis azt szponzorálja a kínai cipőgyártó Kft., mert egy négy motorozás. Az egy kínai cipő. Egy cipő kompletten le is ugrik a gyerek lábáról. Úgyhogy mi azt úgy kimegyünk, és amikor már ilyen agresszívan megérkezünk a játszótérre, akkor nem értik ott a nénik, hogy miért vagyok agresszív, és ordítok, hogy mit csúszunk először. Tehát nem lehet. Csak ők ezt nem tudják, hogy én oda 70 percig készültem. És a sport egyen a Chelsea meccsnek már vége, ezt még el sem indultuk. Szóval nekem... Hát ez isteni! Te is! De agresszív vagyok, mint az állatot már. Hát érted? Te is mik a favoritok a játszótéren? Tehát hinta, a homokot? Minden olyan, ami szerinted a halálos veszély. Tehát csak arra mászik föl, tehát az ő testméretére épített ilyen kis járóka, vagy nem járóka, ilyen... Mászóka. Mászóka nem kell. Csak a nagyfiúk mászókája a BMX domb, ő arról le akar csúszni, mint ahogy a nagyfiúk, ugye a biciklivel, ő pedig ugye a motorkájával akar lecsúszni. És a homokozóba nem homokozik, hanem lövi kifelé a lapáttal a homokot. Ez van, és most a legbrutálisabb, hogy bekéreckedik a ketrecbe a fiúk közé, ahová én félek bemenni, mert úgy püfög a labda, a vasketrecben van egy ilyen bőrlabda, ja, fociznak, de igen, nagyon igen, pici, igen. De nagyon sok bennük az energia. Igen, és igen. Ezért nem egy mandinerre, hanem négy mandinerre játszanak, egy és oda be akar menni, de csak a szele eltalálja meghal a gyerek. Ágyugolyó. És oda bemenne focizni, hogy egyet. Te is volt már, hogy megsuhintottad? Ütni? Igen. Hogyne? Hogyne? Elhatárolódom Én érzem, de a fenekére vagyok. Húzol rá, vagy kis pofont is adsz neki? Tesz szerte válogatás nélkül ütöm. Válogatás nélkül? Persze. Tehát amikor én már kiborulok, mondjuk minden reggel, akkor én már nem számolok. Tehát ott a Dr. Spock akkor feladja a szakmát. Tehát. Hallgassuk Zoltánt, aki erős opozíciót jelentett be. Én ettől el szoktam határolni. Plusz azt szoktam mondani, hogy én erőszakból odáig tudok elmenni, azt mondom neki, hogy Eszter, én vagyok az alfa hím. Nem tudja megérteni, nem tudok tovább menni. Ez jó hatású. Csak hát ez a 70 perc, ez nálunk 3 óra. Tehát. Lojzi nagyapám, akinek ugye 4 fia volt, elordította magát, Erdélyben, Szászvároson éltek, ahonnan a derék bányászok szoktak jönni Sütő András megverését foganatosítani. Az öreg vérbeforgó szemekkel elordította magát, hogyha a gyerekek rosszak voltak, hogy Várkert rakpart bútor raktár!
És hát ebből a gyerek semmit nem. Tehát ugye nem is voltak még a fővárosba, ugye az 8000 kilométer, ki tudja mennyi, szóval várkert, rakpart, vérbeforgó szemek, csak ez az Alfa Hímhez. Hát ha nálunk ezt elordítanám, én elordítanám, hogy ő rögtön bekapcsolna a DVD lejátszót. Tehát ő ezt nem tudná feldolgozni. Ő bekapcsolja akkor is a mesét, úgyhogy most már nincs probléma. Nincs ezzel, nincs probléma. Na de... akkor viszont, hogyha ezt említettétek, a tévézés, szóval mi az álláspont erről? Hát én szerintem nekem a legrövidebb, a múltkor megnéztük a Top Gun-t. A két hónapos Tamarával. Igen. Nem ellenkezett, tehát úgy én... A sír legközelebb rádőlünk a koktélra, tehát a Tom Cruise-zal. Tehát úgy éreztem, hogy tetszik neki Tom Cruise. De mit mondta? De például mit mondta? Tehát a személynek ez például nem rossz. Néha a hideg ver ki, amikor két éves gyerekek így rátapadnak egy nagyképernyős televízióra, és így tapizzák. Mi messziről néztük. Nem hagyjuk. Az hihetetlen. Nem hagyjuk. Laci, neked mi az álláspontod? Én el szoktam gyengülni, szóval az az igazság, hogy szerintem most már nem is annyira a tévézés, vagy szóval abban a formájában, hanem az olcsó DVD-zés a probléma, mert az a retteltes, hogy megjelent a gyerekkorunk összes rajzfilmje, ugye most már tényleg ilyen filléres DVD-ken, úgyhogy már letöltögetni se érdemes. Közben ugye az a helyzet, hogy a gyerekek imádják a monotóniát minden tekintetben, tehát ugye szövegbe, képbe, hangba, és valami okból mindig ugyanazt a mesét kell nekik elmesélnem, és vesztemre először, amikor így ugye leültem mellék, olyan klasszikus módon már benn vannak a kiságyba, és akkor ott az ágy szélén mesélek, akkor a Róka és a Hollót meséltem el nekik, azóta 12.463 alkalommal, de csak azt követelik, és nem hajlandók más mesét meghallgatni. És a nagy baj, hogy ha magad szórakoztatására próbálnál változatot előállítani, azonnal tiltakozik. Azonnal, és mondják, ugye most már fejlettek és erős a kritikai érzékük, és mondják, hogy hülye vagy, az ugye nem úgy van. És amikor már nem bírom ezt a fajta frusztrációt, illetve már tényleg úgy érzem, hogy nem tudom most egy húzamba 16-szor is elmesélni az átkozott Róka és a Hollót, akkor jönnek a klasszikus lengyel és csehszlovák mese DVD-k. Lolka és Bolka. Kis hát persze, Lolka és Bolka, és nagy felismerésekre jut az ember, mert ugye a megszépítő távolban ezek mind úgy tűnnek, hogy ezek baromi jó filmek voltak. És akkor, amikor az ember ilyen érett fejjel le tud olyat szögezni így magába, hogy szara varázsceruza, vagy nem tudom, milyenek, amik ugye előtte szentségtörésnek hangzottak volna, de borzalmas, tehát mondom, hogyha valaha bármelyik kicsiny rokon, ugye, varázsceruza nézésre akarna biztatni, írtózatos, de a Mirmúra Kandúr az is ugye jó, Halász Judit jó az elején, ahogy mesél, de ez ugye inkább a szülőknek tetszik, mint a gyerekeknek ebben a vintage műfajban, és akkor utána ugye az is egy borzalmas mese, viszont vannak, amik tényleg használhatók, és akkor ugye elkezd ugye vadul szelektálni az ember, hogy mi az, amit még így felnőtt fejjel is végigbír nézni. Zoltán, ados még nekünk egy játszótéri villalással. Nem tudom, hogy a Péter melyikre gondolt, ennek nagyon nagy... Hát ahogy leszoktad írni a játszóteret. Tehát mert mondtam, ugye, hogy a gyereket nem, csak... Nem, behergelem olyan... magam, az nagyon messzire visz, tehát az, hogy az apukákat elmondom, az hatalan dolog. Meg most új játszóterek vannak, Kispesten építettek egy játszóteret, de őrség van már benne. Egy nagy darab ember fekete Jackie-be. Csak ő enged be minket. Tehát másképpen nem. De őt a szülők választották, vagy hogy? Ő önkormányzat kirendelte. Ez nálunk is van a 9. kerületben. Nálunk is van a 9. kerületben új játszótér, két ember vigyáz rá, de félnek. És lezárták most. Volt a kerületi újságban egy hír, hogy inkább lezárták, tehát hogy megóvják a teret is, és a biztonsági öröket is. Na mi van az apukákkal a téren? Hát csak őrületbe tudnak kergetni, tehát az az apuka, aki öltön nyakkendő headsetbe áll a homokozó szélén, mert ő nem megy be, és nem piszkolja össze magát. Tehát, és az a jó, mikor, tehát párhuzamosan egy igazgatósági ülésen van, és közben a gyerekkel kommunikál, és az, hogy még a két világ összekeveredik, és azt mondja, hogy javaslom, hogy ne húzza fejedre a vödröt, azért ott oda kell menni és lehúzni. Köszönöm szépen, ennyi volt már a Kabaré Szeparé. Köszönöm mai vendégeimnek, Litkai Gergelynek, Aranyosi Péternek, Szili Lászlónak és Kőhalmi Zoltánnak, hogy, de most nem mondhatom azt, hogy jelenlétükkel emelték a mai reggel élvezeti értékét. Szép napot mindenkinek, köszönjük szépen, önök a kispapákat hallották.